Jó néhány évvel ezelőtt forgattam egy videót, tulajdonképpen fél laikusként, amin megmutattam nektek, hogy a saját motoromat hogyan kötöttem akkor le egy tréleren. Ennek a linkjét itt lent meg is találjátok. Viszont ugye, ahogy mondtam is, azért az egy ilyen fél laikusként elkészített videó volt. A saját tapasztalataimat mutattam meg benne, amivel igazából a saját akkori motoromat tudtam lekötni. Én nagyon más motorokat az évek alatt nem is szállítottam, úgyhogy tulajdonképpen abban, hogy melyik motort hogy kell lekötni, mert hát valljuk meg őszintén, tök más egy nagy robogó, meg tök más egy cruiser, meg az a Tura Enduro, amin akkor én megmutattam nektek. Tehát mindenféleképpen érdemes egy picit tájékozottnak lenni minden motorosnak, azt illetően, hogy különböző motorokat, nyilván elsősorban a sajátját, hogy kell szakszerűen lekötni egy tréleren. Mert ezek mások és mások, és hogyha szakszerűtlenül szállítunk, sokféle verzió lehet, elromlott a motorunk, hívunk egy trélerest, és az a tréleres esetleg nem eléggé rutinos, vagy mondjuk úgy adódik, hogy mi magunk visszük a motorunkat, és mi magunk kötjük le, sok ilyen pókálószerű lekötést lehet látni fotókon meg kint az utcákon, akkor ezt úgy tegyük, hogy egyrészt az a motor stabilan a helyén maradjon, másrészt meg mondjuk ne szakítsuk szét az ülést, meg görbítsük el a kormányt, meg hasonlók, mert ezeket meglepően könnyű megcsinálni egy jó kis paniferrel. És hogy ezt szakszerűen meg tudjuk nektek mutatni, ez már nyilván túlmutat az én tudás szintemen, úgyhogy ehhez hívunk nektek egy profit, aki meg fogja mutatni, hogy miként szállítunk motor. Segítségünkre lesz Demcsik Zsolt, aki a Motor Angel motorszállító tulajdonosaként, hát most már egy ilyen finom 8 éves rutinnal rendelkezik különféle motorkerékpárok szállításában, és segítségünkre lesz talán a legáltalánosabb motorkerékpár típus, egy sima csupasz motor, egy CBF 500-as. Ezen fogja Zsolt megmutatni, hogy hogyan kell föltenni egy ilyen típusú motort, mert ugye azt az elején elfelejtettem mondani, hogy ez most egy sorozatnak az első része, tehát majd még többféle motort fogtok látni, hogy hogy teszünk föl szakszerűen egy utánfutóra, és hogyan kötjük le, úgyhogy én át is adom Zsoltnak a szót, és szépen a háttérbe húzódva figyeljük, hogy hogyan kerül föl egy motor a trélerre. Sziasztok, Demcsik Zsolt vagyok a Motor Angel-től, és ő lesz a mai nap az első páciensünk, akivel megpróbáljuk demonstrálni azt, hogy hogy lehet ezeket a motorokat szakszerűen fölrakni, és lehetőleg úgy, hogy ne keletkezzen a szállítás után még nagyobb kár, vagy esetleg bármilyen kár ebben az egész motorban, kvázi ugyanúgy megérkezzen, ahogy fölraktuk. Akkor álljunk is neki. Igazándiból mi elsősorban trélerekkel dolgozunk, illetve személyautóval, de van több autónk is, terepjáró, mindegyik utánfutó és mindegyik autó speciális célok szerint van kialakítva, és nyilván így tudjuk kielégíteni a megfelelő igényeket. Na, futót letekertük. Ilyennel elég ritkán fogtok találkozni, ez egy speciális kialakítású és egyedi felépítésű. Nem ez a szokványos. A szokványos, amivel találkozhattok utánfutóknál, ez a sima egyszerű csontváz szerkezet, rajta két vagy három darab sinnel, illetve egy darab felfogató vagy tartó vassal, ami az első kereket fogja. Na most itt, hát ez is egy teljesen speciális kialakítású. Úgyhogy az első rész az különbözni fog attól, ahogy normális esetben egy ilyen utánfutóra, vagy egy dobozos autó, vagy bárhova fölrakjátok, viszont majd amit utána mutatok, az a standard, tehát az tök mindegy, hova rakod föl, ugyanúgy kell és ugyanoda kell kötni. Jó? Na most, amikor motort szállítotok, jó, hogyha van ott még valaki, aki tud segíteni. Ugyanis egyszerű fizika. Ha a motornál a súlypontot átbillented jobb oldalra, bal oldalra, el fog dőlni a motor. Úgyhogy ezért megkérem a motornak az egyik tulajdonosát, hogy egy picit legyen a segítségünkre. Nem, maradjál csak. Fogom szépen. Belendítem, és csak annyit kérek, hogy gyere, egy pillanat, várj egy kicsit. Tehát ugyebár, ha így megtartom, megtartja saját magát a motor, a balansz. De a nagy Isten bárhogy eldőlne, ezért fogjuk megkérni a kollégát. Gyere, légy szíves, és fogd meg csak a motort, jó? Tartsad. Csak a balanszot kell tartani.
Motorok szállítását spaniferekkel szoktuk megoldani, ezekkel rögzítjük le. Spaniferekből elég sokfélét lehet kapni. Mondom, hogy mik a lehetőségek. Lehet kapni ezt a Shima standardet. Ez az olcsó kategória, semmi húzás nem tudsz, amit kézzel megfeszítesz, annyi jó. Ez jó, csak nem tudom mire, motorszállításra nem jó. Spaniferbe lehet kapni, aminek általában ilyen a vége, a kampója. Ez a szokásos, viszont ezzel az a baj, hogy menet közben bármikor, ha pattog a futón a motor, kiakad, a motor eldől. Jó? Nem jó. Amit mi használunk, S-horog. Beakaszható, nem akad ki. Valahol itt kezdődnek a spaniferek. Csak ilyet választatok, és az sem mindegy, hogy az anyaga vastag és erős legyen, a vékony ugyanis elgörbül, ez nem fog. A legelső egy motorszállításnál, hogy valahogy a motor elejét be kell kötni. Ezt több helyen is lehet, hogy meg tudjuk oldani, viszont figyelni kell, mert sokat lehet hibázni is. Az egyik és a legjobb lehetőség, ahol be tudtok kötni, az fönt a villanyaknál van, ahol szépen behúzod a spanifert, viszont itt a következő dolgokra kell figyelni. Előfordul, hogy itt vagy fékcső, vagy bóvden, vagy bármilyen vezeték van. Ha a spanifert áthúzod rajta és lerőzíted, biztos lesz benne, hogy el fogod vágni, vagy tönkre fogod tenni. Jó, amire még érdemes figyelni, egyes motoroknál a sárvédőbe beleérhet a spanifer, miközben megkötöd, nyilván itt nem ér vele. A másik lehetőség, ahova tudod kötni, az pedig ide lent van. Itt is vigyázni kell arra, hogy az ABS szenzor, egyéb vezeték, vagy valamit esetleg nehogy szétszedjél, jó? Tehát ez a másik stabil pont, ahova bírod kötni. Ami felejtős, és amit nagyon sokat látok, az fogom... Kormány. Jó, tehát ilyet ne. Nem szabad. A helyzet az, hogy képzeld el, hogy amilyen jók a magyar utak, belekötöd a kormányba, egy az egybe belemész egy kátyúba, olyat üt a motor vissza, hogy elgörbül a kormány. Lehet, hogy csak 2 vagy maximum 3 mm-t, és csak azt fogod érezni, hogy hát valami furcsa. Aztán úgyis megszokod pár óra múlva, de a kormányod az görbe lesz, és görbe is fog maradni, jó? Tehát ide ne. A másik, amit szoktunk látni, egy picit a kezeddel. Ez a külön kedvencem, mikor fogjuk és belekötjük a kormányba. Erre vannak kifejezetten erre szolgáló hevederek is. Hát nem tudom, ez kicsit olyan nekem, mintha az embert a fülénél fogva kötnénk ki, tehát nyilván megáll a lábán a BKV buszon, csak egy erősebb ponyarba lehet, hogy leszakad a füle. Itt ugyanaz igaz, szétbasszuk a karm, vagy a markolatot, a gázkart is áttépeted, jó? Tehát nem. Kormányba soha, de soha nem kötünk. Ha ilyet látsz, vagy ilyet csinál valaki, akkor pedig meneküljél attól az embertől. Jó? Te meg még véletlenül kövessed össze. Na, nagyon fontos. Amikor megvan ez, és bekötöttünk, akkor le kell feszíteni. Na most, ami nagyon lényeges, nagyjából a rugót feléig feszítjük, jó? Sohasem tökig. Tehát ha teljesen lefeszíted, biztos lehet benne, hogy az első nagyobb kátyúnál teleszkóp szimmeringet át fogja szakítani a teleszkóp, jó? Mindig félig, soha nem teljesen húzzuk le. Fönn van a motor, lekötöttük az elejét, tehát kvázi egy sima utánfutón is most jutottunk el oda, hogy föl van rakva a motor. Ki kell kötni még több helyen, hogy biztos legyen. Mik azok a kötési pontok, ahol fixen le lehet kötni egy motort? Ugyebár van itt egy fém kapaszkodó, ez az egyik legstabilabb pontja a motornak, ahova lehet kötni. Van egy csomagtartó, na ebben még véletlenül se kössetek bele, ugyanis ezt viszonylag gyenge csavarok tartják, ha így fogod, megfeszíted, el fog görbülni, a csomagok meg minden nem fog rámenni, se a box, se a doboz. Ide nem kötünk. Ide lehet kötni. A másik a hátsó villa. Ezen keresztül tudsz, ez egyik legstabilabb pontja a motornak, ide tudsz még kötni. Itt van például ez a konzol. Itt adja azért, hogy ide bele tudsz kötni, itt a lyuk. Na, ide ne kössél bele. Tehát ez az,
amit hogyha fogsz, megfeszítesz, látod, mert így is, ez el fog törni, méghozzá itt kitörik, akár igen jelentős lesz. Viszont itt a váz alul, ide remekül vele lehet kötni, de amire itt figyelni kell, hogy mondjuk egy használt zoknit, vagy valamit rakjál alá, hogy a fényezés ne verje szét. Bukócső. BMW-knél, illetve régebbi japán motoroknál ezek a bukócsövek be lehet kötni, mert elég masszívak, viszont az újabb motoroknál ezek a bukócsövek már nem elég masszívak. Ha belekötsz, el fogod görbíteni, vagy le fogod törni. Jó? Tehát ide csak akkor kötünk bele, hogyha így megütögeted, és ha masszívnak tűnik, akkor köthetsz vele, egyébként ne kössél vele. Jó? Váz. Itt még például ide a vázba bele tudsz kötni. De itt is vigyázni kell, hogy vezetékeket, vízcsöveket ne verjük szét. Egy nagyon fontos, a spanifered adott. Itt van például ez. Itt nagyon kell vigyázni arra, hogy ha kötöd a spanifert, és túl közel húzod, ez a spanifer mozoghat, nehogy véletlenül a kipufogóba beleérjen. Nyilván most nem ér bele, de előfordulhat. Erre vigyázzunk. Nagyon fontos spanifereknél, amikor megkötöd, ami kilóg, mindig el kell kötni. Ugyanis ha belakad a kerékbe, arra fölcsavarodik, és úgy, ahogy van, a kerék el fogja vinni, és letép mindent az ég adta egy világon. Köszönjük a motor lerögzítésével. Itt nagyon fontos, kövessétek a 6-os szabályt, én csak 6-os szabálynak hívom. Minimum 6 darab spanifere rögzítjük le a motort. Ezeket nem kell teljesen megtépni, jó? Tehát ennyire elég. Mindegyik oldalon 3-3 darab van. Ha nehogy Isten valamelyik elszakad, akkor se dől el a motor, ugyanitt marad. És mint látjátok, ez kellőképpen stabil. Ez innen nem fog elmenni. Megtanultunk tehát szakszerűen lekötni egy csupasz motort egy ilyen speciális motorszállító tréleren, de természetesen ezzel megint nem fedtünk le minden felmerülő igényt és problémát, úgyhogy ezt a sorozatot ezt folytatni fogjuk rövidesen, mégpedig másik fajta trélerrel és egy idomos sportmotorral, aztán majd megyünk még tovább különböző típusokkal, úgyhogy figyeljetek minket. Amennyiben tetszett, kérjük nyomj egy lájkot, iratkozz fel csatornánkra, és nézd meg egyéb videóinkat is.